És hát a kritikát azt még egyszer elmondom önöknek, tehát azt mondta Hörcsik Richárd, hogy Gyurcsány áll az európai támadások mögött, tehát ez az egész közmeghallgatás a médiahelyzetről, illetve a magyarországi demokratikus helyzetről, vagy demokratikus intézmények helyzetéről, a magyarországi demokráciáról, ez bizony Gyurcsány Ferenc műve, hogy ez most itt létrejött. Molnár Csaba van a telefonnál Strasbourgból, ahol már tart a plenáris ülés. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Gyurcsány Ferenc műve? Nyilván Gyurcsány Ferenc műve. Most éppen olvasom itt az interneten, hogy valami hideg front érkezik Magyarországra, és akár hó is fog esni most így októberben. Szerintem a Fidesz szerint ez is Gyurcsány Ferenc műve. Minden, ami nekik nem tetszik, minden, amiről azt gondolják, hogy nekik káros, az Gyurcsány Ferenc műve. Hát erre még büszkék is lehetünk. Hát olyan nagyon ne legyünk arra büszkék, hogy mondjuk a magyarországi demokráciáról úgy kell beszélni, hogy van-e, vagy már nincs, vagy valakik azt szeretnék, ha nem lenne, mert hogy gyakorlatilag ez a témája mostani közmeghallgatásnak, vagy mostani plenáris. Nyilván nem erre vagyunk büszkék, csak próbáltam utalni rá, hogy úgy néz ki a Fidesz olyan, mint a viccben lévő egyszeri ember, hogy mindenre ugyanaz jut eszébe, mindig Gyurcsány Ferenc ármánykodását látják a dolgok mögött. Nincs így. Pont a tegnapi közmeghallgatás, ez a média meghallgatás, amire ön is utalt, az bizonyítja, hogy nincsen véleménykülönbség az Európai Parlamentben lévő pártok között, az szerint, hogy hogyan ítélik meg a magyar média helyzetét. Azért ezen a meghallgatáson nem csak mi a európai és magyar baloldal képviselői voltunk ott volt zöldpárti liberális, és talán ami legfontosabb, néppárti felszólaló is, ahhoz a néppárthoz tartozó felszólaló, amely egyébként a Fidesznek a pártcsaládja, és pont a néppárti hozzászóló. Egy luxemburgi néppárti képviselő volt az, aki legkeményebben, leghatározottabban támadta az Orbán kormányt, hogy mit csinál a magyar médiával. Vagyis nem pártos ez a dolog, és nem magyar ez a dolog. Ezt a kettőt próbálja mondani a Fidesz. Épp ellenkezőleg. Ez egy összeurópai ügy, hiszen a sajtószabadság egy közös alapérték, és ebben nincsen véleménykülönbség az európai pártok között. Na de azt is hallhattuk, hogy nem volt túl tisztességes a tegnapi közmeghallgatás, mert hogy a helyszínen levő kormányzati képviselők nem szólhattak hozzá, ez igaz? Dehogy igaz. Mi csodálkoztunk legjobban, amikor azt hallottuk, hogy az ott lévő kormányzati tisztségviselők utána panaszkodtak tipikusan a jobboldali sajtónak, hogy nem szólhattak hozzá. Az egész meghallgatást végigülte Kovács Zoltán államtitkár, ugye ő a kormánynak a megmagyarázásügyi államtitkára. Ez egy olyan pozíció, most hozták létre, hogy nemzetközi fórumokon neki a dolga a magyar kormánnyal szembeni bírálatokkal szemben fellépni. De nem csak ő volt ott, ott volt a médiatanácsnak egy magyar tagja, és ott volt a Európai Unió mellé delegált magyar diplomáciai képviseletnek is néhány tagja. Több mint 2 órán keresztül tartott ez a meghallgatás, ami hozzászólásokkal, vitával végződött. És Niedermüller Péter, aki a levezető elnöke volt ennek a vitának, a zárszava előtt 2-szer is feltette a kérdést, hogy van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni, van-e még bárki a teremben, legyen az magyar vagy nem magyar, aki el akarja mondani a véleményét. Csendben lapítottak a magyar kormány képviselői ott a 3. vagy a 4. sorban, egyikük sem szólt hozzá, majd kirohantak az ajtó elé és panaszkodtak, hogy ők nem beszélhettek. És ez gyávaság vagy tudatosan előre megszerkesztett trükk, azt nem tudom, de hát legalábbis furcsa. És ma mi történt? A demokráciával kapcsolatban mondott már valaki valamit? Az Európai Parlament kevés dologban hasonlít a magyar parlamenthez, de egy dologban igen, hogy csúszik a napirend. Itt is nagyon nehéz tervezni a napirendet. Még mindig nem kezdődött el a magyar napirendnek a vitája. Most a legújabb információ az, itt vagyunk folyamatosan az Európai Parlament épületében, Strasbourgban, hogy valamikor 8:30 és 9 között fog kezdődni a vita, ezért aztán erről még nem tudok önnek mondani semmit. Akkor majd megkérdezzük legközelebb, hogy mi történt. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, viszontlátásra, viszonthallásra.